Sziasztok! A nárci és az őrült üzleti ötleteik. Volt benne részletek? Hallgattátok sorozatosan az újabbnál újabb ötleteiket? Mindegyikben arra vártak, hogy fogtok hozzáállni az ötletükhöz. És ha nem úgy voltál, nem úgy álltál hozzájuk, ahogy ők azt elképzelték, akkor persze te voltál a hibás, hogy nem támogatod őket eléggé, és ha belevágtak, és nem sikerült, úgy szintén te voltál a hibás, mert nem támogattad őket eléggé, vagy pedig azért voltál a hibás, mert szabotáltad őket. Igen. Nekem is volt benne részem, szinte minden hónapban új ötlete volt neki, miből lehetne pénzt csinálni. Nagyon sokszor belekezdenek több 10, 20, 100 dologba, de csak azért, hogy úgy tűnjenek, hogy ők csinálnak is valamit. Hogy akarnak kezdeni valamit magukkal. De közben nem csinálnak semmit sem. Nem fejeznek be egy projektet sem. Kihal belőlük. Mindegyiket elvetik. És szinte mindegyik a te hibád lesz. Hogy miért nem sikerült. Én annó így telt meg a házam mindenféle számítógépes kütyűvel. Mert hogy ő idézőjelbe jó áron megvette aukción, amiről azt hitte, hogy jó áron van. És majd amikor rájött, hogy nem tudja eladni, mert nem lesz belőle haszna, mert kb. Ugyanannyit fizetnének neki, mint amennyit ő fizetett érte az aukción. És persze az én hibám volt. De akkor meg már azért volt az én hibám, hogy miért nem mondtam nekik, hogy talán ez így nem fog működni. Tehát, ha úgy nézed, akkor soha semmi nem jó nekik. És azért kezdenek bele több száz, több tíz, különfajta projektbe, hogy fenntartsák a látszatot, hogy ők igenis csinálnak valamit, kezdeni akarnak magukkal valamit, de közben az ég egyet a világon semmit nem csinálnak. Köszi, sziasztok!